Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, Gábor vagyok az Autós Navitól, és a mai alkalommal egy új 2D méretű multimédiás készüléket szeretnék nektek bemutatni. Ez pedig a Pioneer SPH-DA 360 DAB típusú vezeték nélküli CarPlay szolgáltatásokkal rendelkező készüléke lesz, úgyhogy tartsatok velem ez alkalommal is. Az SPH-DA 360 DAB típusú készüléke egy az egyben megegyezik a korábban már a csatornánkon bemutatott SPH-DA 160 DAB típusú modellel. Ha nem láttátok volna ezt a videót, akkor a fönti linkre kattintva megtekinthetitek azt. És mint ilyen, gyakorlatilag funkcionalitását, menürendszerét tekintve én azt gondolom, hogy olyan sok különbséget nem fogunk látni benne, de először is nézzük meg, hogy mit kapunk kemény 185 ezer forintért, hiszen ennyibe kerül ez a készülék jelen pillanatban. Először is papírok kerülnek elő, 3 év garancia, ugye a Magyarországon forgalomba helyezett, illetve hivatalos importőrtől származó készülékek esetében ennyi jár a Pioneer készülékekre. GPS antenna, itt már egy különbség, hiszen a korábban láthatott 160 DAB-nál nem volt külső GPS antenna a csomagban. Külső mikrofon, AUX bemeneti kábelünk, akkor tolató kamera kábel, AUX kábelek, illetve mindenféle RCA csatlakozónk, kormánytávvezérlő kábel, tápcsatlakozó, USB toldókábel, csavarok, kivevővilla, illetve díszkeret. Ezek azok, amik, illetve hát még egy leírás, ezek azok, amik a készüléknek a tartozékaiként elérhetők, és itt van maga a rádió, ami hasonlóan a 160-as modellhez egy relatíve kisebb beépítési mélységű modell, de láthatóan egy nagyon szép, teljesen egyszerű, puritán kinézetű, tehát tényleg semmi extra dolog nincs a képernyőjén, egy teljesen érintő felülettel rendelkező modell. Bekapcsoljuk, és megnézzük, hogy hogyan működik az Android Auto, illetve a CarPlay, illetve hát nagy vonalakban azért leellenőrizzük, hogy tényleg minden egyes paraméterben megegyezik-e a korábban bemutatott 160-as készülékével a menürendszere. A rádió bekapcsolásakor a már megszokott Pioneer logóval indul el a készülék, és hogyha betöltött, akkor ugye már csak a figyelmeztető információs szöveget kell leokéznunk, hogy biztonságosan tudjunk közlekedni, és ennek megfelelően az SPH-DA 160 DAB-nál már látott menüfelülettel fogad minket a készülék, tehát gyakorlatilag maga a vizuális megjelenítése ugyanaz, mint a kistestvérénél ennek a készüléknek. Ugye DAB tuner, rádió, CarPlay, Android Auto, telefon, Bluetooth, illetve a következő oldalon AUX kamera direkt kapcsolási lehetőségünk van, weblink, amivel számolhatunk, illetve hát itt a felső sarokba a beállítások menüpont. Ami érdekesség ennél a készüléknél, és ugye a kis testvérénél nincs, az pedig egy beépített GPS modul, amire azért van szükség, hiszen itt azt feltételezte a gyártó, hogy nem feltétlenül fogunk kábeles kapcsolatot létesíteni, hiszen vezeték nélküli Wi-Fi-s, wireless, Android Auto CarPlay megoldást kínál nekünk ez a készülék, és ennek megfelelően ugye a kábelen keresztüli adatkommunikáción volt a telefonon meglévő GPS segítségével a pozícionálása a navigációnak. Itt viszont miután nincs kábeles kapcsolatunk, ezáltal a rádióba épített GPS vevő, illetve az ehhez tartozó mágneses GPS antenna van a segítségünkre ennek a funkciónak a tökéletes működéséhez. Párosítsunk is először egy iPhone-t ehhez a készülékhez, és ezt a legegyszerűbben úgy érhetjük el, hogyha itt a bal felső sarokban lévő kis dupla telefon ikont megnyomjuk, akkor kírja, hogy vagy USB-vel, vagy Bluetooth-on csatlakoztassuk össze a két készüléket. Megmutatja a következő képernyőn, hogy hogy is találjuk meg gyakorlatilag a rádiót, tehát a Bluetooth menüben az SPH-DA 360 DAB-ot kell, hogy megtaláljuk.
Erre, hogyha rányomunk, akkor itt kírja, hogy párosítás, igen, stimmel a kód, engedélyezzük, hogy létrejöhet a névjegyeknek a szinkronizálása. Igen, connecting, használja CarPlay-t a következővel, használjuk, hát hogy ne használnánk. És ő csatlakozik automatikusan a CarPlay felület megjelenítésével fogja a végeredménybe, ami lehet egyébként, hogy eltart egy kis ideig, mire ezt a kapcsolatot létrehozza, ez elvileg néhány másodperc, fél perc, ami időt igényelhet. Egy fél perc után meg is jelent a vezeték nélküli CarPlay felület a rádiónknak az érintőképernyőjén, ahol is gyakorlatilag elérhetünk minden olyan funkciót, amire szükségünk van vezetés közben. Tudunk navigálni, többféle navigációs platformon, mint ahogy az látható volt, ugye az iPhone-nak a saját térképével, a Google térképpel, gyakorlatilag a Waze-zel. Ha esetleg elektromos autóba szerelnénk, akkor ugye töltőhelyeket, egyebeket is tudnánk keresni, tehát az ezekhez tartozó applikációk is ugyanúgy működnek a CarPlay felületen. Úgyhogy ez egy vezeték nélküli kapcsolattal létrehozott megoldás. Alapvetően működik természetesen kábeles kapcsolaton is a CarPlay, hogyha valaki szeretné, illetve hát nyilván menet közben így a Wi-Fi kapcsolatnak köszönhetően azért egy picikét nagyobb energiafogyasztása van egy telefonnak is. Tehát lehet, hogy praktikusabb időnként azért egy töltőre rádugni, vagy éppen kábeles kapcsolattal, a Lightning kábellel használni magát a telefont, illetve hát a CarPlay felületet, hiszen nem fogja feleslegesen lemeríteni a telefonunkat ez a funkció. Minden esetre ez nyilván egy hosszabb útnál lehet érdekes, rövidebb utaknál ez talán annyira nem befolyásoló tényező. De alapvetően én azt gondolom, hogy teljesen jól működik, teljesen jól látható, vissza tudunk lépni a Pioneer felületre, illetve hát, hogyha kiválasztjuk a érintőképernyőn a CarPlay-t, akkor az automatikusan ugye már rögtön működik is. Nyilván az első csatlakozás mindig a leglassabb, illetve egy kicsikét vontatottabban működik, de ez telefontól és kommunikációs sebességtől is függ. Nézzük meg az Android autót, hogy egy androidos készülék esetében ugyanez a funkció, hogy érhető el. Androidos telefonok esetében viszont korántsem olyan egyszerű a dolgunk, mint amire gondolnánk, hiszen számos operációs rendszer létezik már az Android 5-től felfelé, ami ugye az alapfeltétele volt az Android autó működésének. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Android autó vezeték nélküli működéséhez minimum Android 11-es operációs rendszer szükséges. És hát nagy dírrel durral vásároltam egy vadonatúj androidos telefont, bár nem vagyok Android fan, de muszáj volt, hogy le tudjam tesztelni ezt a funkciót, de hát sajnos bánatomra Android 10-es operációs rendszer van csak ezen a készüléken, amivel gyakorlatilag hiába frissítem le magát a Android Auto funkciót a bekapcsolásnál, láthatóan rögtön felillad a rendszer és működik is vezetékes kapcsolattal, viszont egyedül a Samsung készülékei, illetve hát a Galaxy széria az, illetve a Pixel fónok, amik támogatják az Android 10-es operációs rendszeren belül is a vezeték nélküli adatkommunikációt. Itt, ha lehúzom, akkor automatikusan megszűnik az Android autó, és hiába adja föl és állítok be mindenféle háttérszolgáltatásokat, egyedül csak és kizárólag az Android 11 operációs rendszer képes ezt a funkciót gyakorlatilag megvalósítani. Úgyhogy, jól van, úgyhogy sajnos ezt nem fogom tudni nektek most bemutatni, ezért megmondom őszintén, kicsit sajnálok 100.000 forintot kiadni egy olyan telefonért, ami mondjuk ezt már tudná. Úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy a vezeték nélküli Android autó is biztos vagyok benne, hogy az azzal kompatibilis készülékekkel épp olyan egyszerűen fog működni, mint ahogy azt az iPhone-nal tette, tehát gyakorlatilag a csatlakozás után, ha lehúzzuk a készülékünket és itt kiválasztjuk az Android Auto ikont, akkor vezeték nélkül, nyilván a kompatibilitás megengedi, akkor megjelenik ugyanúgy az Android Auto
funkció, mint jelen esetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így ennél a készüléknél teljesen hibátlanul üzemelhet, mondom, vezetékes kapcsolattal itt is hibátlanul tudunk kezelni mindent, és ha Android 10-es operációs rendszerű készülékünk van, és vezetékes kapcsolatot szeretnénk létrehozni, akkor ugye értelemszerűen már a Play áruházból tudjuk frissíteni magát az Android Auto alkalmazást. Az ez alatti operációs rendszerrel, tehát az Android 5 és 10 közötti operációs rendszerrel rendelkező telefonok esetében pedig sajnos csak alternatív forrásból, tehát ilyen APK Mirror meg mindenféle ilyen tükrözős oldalakról lehet letölteni a különböző Android Auto verziókat, amiket sajnos kezelgetnünk kell X havonta, gyakorlatilag általában ilyen 3 havonta, óhatatlanul kidob minket a rendszer, és újra erről az oldalról le kell frissítenünk a telefonunkon, tehát macerás. Nyilván gondolom a tulajdonosok zöme inkább újabb, modernebb telefonokat vásárol, aminél már ugye az Android 8, 9, 10, inkább a 10-es operációs rendszer az alap, úgyhogy mindenképpen érdemes ezen elgondolkodni, hogyha vezeték nélküli Android Autót szeretnénk, akkor mindenképpen olyan telefonra van szükségünk, vagy lenne szükségünk, hogy vagy Samsungot használunk, amin Android 10 fut, vagy pedig egyéb más telefont, amin Android 11 vagy 12 fut. És akkor viszont garantált lehet a számunkra a vezeték nélküli Android Autónak a működtetése. Eltekintve ettől az Android kompatibilitási mizériától, én azt gondolom, hogy ez a készülék ettől függetlenül teljesen jól teszi a dolgát. Nyilván szükségünk van egy megfelelő mobiltelefonra, de kábeles kapcsolattal még az én régi HTC 100.000 éves Android 7 operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonom is képes, mondom, a korábban említett alternatív forrásból letöltött Android Auto alkalmazással működik ez is. Tehát látható, hogy az érintő képernyőn teljesen jól működtethető minden. Ezzel szoktam helyek közel kipróbálni ezt a funkciót, szolgáltatást, hogyha szükség van rá, vagy demonstrálni kell valamit. Nyilván megvan a hátulütője is, hiszen 3 havonta, ahogy említettem, frissítgetni kell, és hát nem biztos, hogy annyira felhasználó barát ez a megoldás, de hát nyilván az emberek zöme már újabb, modernebb, Android 10 vagy annál frissebb operációs rendszerre rendelkező androidos telefont használ, úgyhogy jó eséllyel ott, bár ugye nem igaz, mert hiszen az előbb látható volt, hogy az új telefonnal ugyanúgy nem működött, csak kábeles kapcsolattal, viszont sokkal gyorsabban üzemel, mint mondjuk ezzel a régi, még elavult rendszerrel. De ennél a készüléknél nem csak Android Auto érhető el az androidos telefonunkról, hanem mondjuk egy Mirror Link funkció is, amihez is egy Autolink applikációra van szükségünk a telefonunkra letöltve, és ha ez megvan, akkor gyakorlatilag ugyanúgy jóvá kell hagynunk bizonyos engedélykéréseket, és hogyha ez megtörtént, akkor megjelenik a telefonunk képe itt a rádiónak a képernyőjén, és hát nyilván, hogyha belépünk egy alkalmazás, mondjuk egy YouTube-ra, akkor ott, amit kiválasztunk, azt gyakorlatilag meg tudjuk nézni, illetve hát a csatornánknak mondjuk a valamelyik videóját elő tudjuk csalogatni, melyik legyen, nagyon izgulok, mondjuk ez a Pioneer DMH240BT, látható, akár ha vízszintesbe tesszük a képernyőt, akkor vízszintesbe ugyanúgy megjelenik a vizuális tartalom, tehát a videó tartalom. Ez egy tükrözés, tehát gyakorlatilag addig van képünk az érintő képernyőn, amíg a telefonunknak a képernyőjén is van kép. Tehát ha beáltatom a képernyőt, akkor eltűnik az érintő képernyőről is a kép. De még egy funkciónk van, ami elérhető innen, a főképernyőről, az pedig a weblink alkalmazás. Gyakorlatilag, ha a weblinkbe belépünk, és váltogatunk egyszerűen egy OK gomb megnyomásával a különböző funkciók között, akkor ugyanúgy, mint a Autolink esetében is, itt a weblink felület fog megjelenni a telefonunkon, és itt
csatlakoztatjuk fel a különböző applikációkat. Ez most már korábban betöltésre került, úgyhogy egy kicsikét gyorsabban jelent meg az információ, de láthatóan most újra betölt, és itt is ugyanúgy a navigáció, a YouTube és egyéb más elérhető, mint funkció vezetékes kapcsolattal. Úgyhogy ezek olyan plusz szolgáltatások, amik mondjuk más rádiók esetében az egyik modellnél az Android Auto CarPlay van benne, a másikban csak a Weblink van benne. Ebben a készülékben gyakorlatilag minden ötvözve van. Az Android Auto, a CarPlay, a MirrorLink, a Weblink, az összes link, ami csak létezik jóformán, és hát nyilván a CarPlay, mint látható volt, akár vezeték nélkül is megy, és az Android Auto is természetesen működik vezeték nélkül, ha annak a megfelelő kompatibilitású telefonnal csatlakoztatjuk. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy ez a készülék teljesen jó választás lehet mindazok számára, akik mindent is szeretnének az autórádiójukban tudni, hiszen elérhető áron tényleg minden funkcióval rendelkező készüléket kaphatnak, mondom, 185 ezer forintos fogyasztói áron, jelen pillanatban ugye ennyibe kerül ez a készülék. Nem olcsó, de mondom, árérték arányban a hasonló tudású készülékek között a legolcsóbbnak számít jelen pillanatban ma Magyarországon. Ha tetszett a rádió, akkor kérek benneteket, nyomjatok egy lájkot itt a videó alatt. Ha szeretnétek hasonló termékbemutatókat, termékteszteket, autóbemutatókat, autóteszteket látni, akkor annak a legegyszerűbb módja még mindig, hogyha itt lent feliratkoztok YouTube csatornánkra. Én mindenkinek megköszönöm, aki ezt megteszi. És ne felejtjétek, hogyha azt a kis harangot is bepipáljátok, akkor még értesítést is kaptok arról, hogyha új tartalom kerül feltöltésre a csatornára. Ne felejtjétek, megtaláltok még minket az Instagramon is, lájkoljátok szintén Facebook oldalunkat. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Ennek a készüléknek a specifikációit, leírását megtalálhatjátok itt a leírásban szereplő linken. Úgyhogy tartsatok velem legközelebb is, további szép napot kívánok! Sziasztok!